A Fejér Holló Diák Színpad Társulata egy kortárs klasszikus darab bemutatásával ismét bizonyította, hogy a ciszteres fiatalok jó úton járnak. Borbély Levente a kivételes tehetséggel megáldott ifjú rendezésében Dürermatt örökbecsű drámája a fizikusok került színre. A darab cselekménye a felelősség elől bolondok házába menekült tudósok Einstein, Newton és Möbius körül forog, s az idegszanatórium tágul, őrült világunk szimbólumává, amelyben elmebetegek a világ felrobbantásán munkálkodnak, s a józanok az őrültek házába menekítik gondolataikat, nehogy embertársaik ártalmára legyenek. Én azt gondolom, hogy Friedrich Dürermatt, amikor 1961-62 tájéken megírta az alapművet, akkor ez az akkori világképben, az akkori világpolitikai helyzetben egy kifejezetten aktuális mű volt. És sajnos vagy nem sajnos azt a következtetést kell levonnom, hogy rengeteg kérdés, amit felvet a darabban, amit feszeget, az napjainkban legalább annyira alkalmas, mint vagy annyira aktuális, mint akkoriban volt. Dürermatt a filozófiai kérdések mellett a politikusok felelősségén túl a fizikusokét is hangsúlyozza a darabban a hidegháború kapcsán. A kérdések akár ma is tetten érhetők. Miért fordulnak a tettek önmaguk ellen, ha senki sem irányítja őket? Léteznek-e véletlenek? Ha pedig minden csupán véletlen, akkor miért nem kerülhetjük el sorsunkat? Nekem egy nagyon komoly célom volt, illetve egy nagyon lényeges célom volt az, hogy a klasszikus dürermatti kérdéseken túlmenjünk, és esetleg föltegyük azt a kérdést is, hogy tulajdonképpen a fizikusaink végtére is hősök, antihősök, végül is ők jót tettek-e az emberiséggel azzal, hogy ők ott maradtak a lészerizéjében, és nem léptek olyan értelemben tudományos pályára, hogy esetleg publikáltak volna bármit. Newton szerepében Varga Szabolcs szembesít bennünket azzal, hogy ő igazából Einstein, Möbius, a történet kulcsát Horváth Botond alakítja, míg Einstein megformálójaként Nacsák Leventét üdvözölhetjük.